A gyereket nagyon gyorsan elfogadták engem, hogy beültem a családba. A lányom nagyon gyorsan elfogadta Évit. Másodpercek alatt kialakult mind az összhang, mind pedig ez a normál családi élet. Nem kellett extra megkötéseket sem csinálnunk. Alapból nem tapasztaljuk ezt meg rajtuk, hogy most ez a serdülő korszak, hogy lázadás, bármi. Hát most kell megvenni a puskát, a kézigránátot, amikor a csajok el akarnak menni szórakozó helyre. Mehetek szórakozni nyugodtan, de ott lesz apanya. Tapasztalatok szerint a mozaik családokban a szervezés a legnehezebb feladat. Sárközi Ákosék viszont azt mondják, náluk ez könnyen ment, hiszen a gyerekek is gyorsan összebarátkoztak, és a hétköznapok megszervezése sem túl bonyolult. Azt gondolom, hogy a szervezés volt a legnehezebb, amivel össze kellett szokni tulajdonképpen meg, hát ugye ki kellett alakítani a rendet. Jól értem és jól érzem én ezt? Nem. Nem? Nem, képzeld el, nem. Mi sokkal jobban féltük annó az elején, amikor megismerkedtünk Évivel, hogy vajon hogy fogjuk össze majd montírozni a családot. Először úgy volt, hogy Ákos Annával csak egy 5 percre felszalad. De hát a gyerekek már nálam otthon nagyon várták, és az 5 percből nem tudom hány óra lett. Haza se akart menni Anna. Nagyon sok. Igen, szinte barátok és barátnők lettek. Igen. És nagyon sokan ott rontják el az ilyen mozaik családokba, hogy rá van erőszakolva mindig a másik fél, hogy most én vagyok az új. Én csak akkor közeledtem a gyerekek felé, amikor bennük volt nyitottság. De van kapusom. Így van, lehet. Mert nekünk, idézőben szülőknek nagyon sok olyan dolgunk van, amit meg kell tennünk, hogy a gyerekek egyenlő vagy egyforma partnerként tekintsenek ebbe a dologba. Én nagyon szeretném, hogyha a nagy család lenne, hogy hoznák a gyerekek, majd hoznák a kis prüntjiket, és legyek nagypapa, és igenis vigyázzak rájuk. Én tuti el fogom rontani az összes gyereket szándékosan, hogy nálunk mindent meg lehet majd csinálni, hogy mindent visszaadjuk a gyerekeknek, amit annó elkövettek ellenünk. Lehet, hogy az emberek úgy ismernek, hogy egy ilyen kegyetlen, nagyon határozott és nagyon szókimondó ember vagyok, de azt gondolom, hogy nem legfontosabb az emberi oldal. Én nem vagyok a híve, ha nagyon keményen kéne fogni a gyerekeket, sőt, mit több, én azt gondolom, hogy én sokkal engedékenyebb vagyok, mint akár Évi. Jól érezzük magunkat, boldogok vagyunk, és ez a legfontosabb. Meg hát, hogy lehetett fiam. Igen. Az a másik dolog, hogy azt gondolom, hogy Bálint személyébe egy olyan szövetségest tudtam most magam mellé állítani, mert túl sok a csaj most ebbe a családba, és el vagyunk nyomva, és kénytelenek vagyunk mindig valami csel. Akkor a spanak Bálinttal, hogy elképesztő. Tehát hát, mert máshol nem tudunk fennmaradni a víz felszínén. Vagy nem anyád mellé állsz? Hát ez az. Csajuralom van. Jó, ha nincs Bálint, akkor én csembe vagyok. Mennyit tudtok egyébként együtt lenni ti? Minden második hétvégén teljesen szabad ilyen szempontból, mert a gyerekek ugye máshol vannak. Én ugye itthon dolgozom, Ákos meg igyekszik úgy beosztani a éttermi munkát, hogy elég időt tudjon velünk lenni, vagy akár kettesben. Akkor mondhatjuk, hogy megvan az egyensúly mindenben, meg, ebben abszolút. Is. Nagyon nagy kedvencem az absztrakt világ. Igaz, hogy mostanában már kevesebbet festem őket. Mennyire nehéz megválni a képektől? Nem egyszerű. Tehát amikor tényleg azt mondjuk, hogy na, ez a mi nappalinkban is nagyon jól mutat, és sose unnánk meg, és akkor jön valaki, hogy na neki ez kell. Hát akkor azt mondom, hogy igen, oda kell adni szerintem, mert tudni kell megválni a kedvenc képeimtől is. Az egész életem arról szólt, hogy mindig valamilyen cél volt mindig a szemem előtt, és mindig a legnagyobb célok. Én azt gondoljuk, hogy azért egy 5-6 éven belül gyerekek azért kiröpülnek a házból, és mi galériát tervezünk közösen Évivel, ahol a művészet és a gasztronómia szorosan összefonódva fog majd megjelenni. Nagyon szeretném majd oktatni, mind művészetet, mind pedig a konyhavilágát. Az látszik egyébként, hogy ti így nagyon együtt vagytok. Egy első pillanatban Ákos megfogta a kezedet. Mi tényleg szerelemmel szeretjük egymást, és azt, hogy ki mit gondol erről, az minket nem érdekel. Én azt gondolom, hogy én már megtanultam egy kézzel autót vezetni, mert folyamatosan fogja a kezemet,
és én arra vagyok figyelmes, hogy egyszerűen már lángol a kezem, már olyan meleg. És mondom, engedd el kérlek a kezemet kicsim, csak hagyd fogj meg azt a hülyesen váltott, kicsit lehűtsem a kezemet, csak egy picit újra megfoghatod majd. De mi imedjük ezt a fajta világot. Van saját egyforma tetkónk, neki itt a csuklóján, nekem pedig a nyakamon. Itt pedig a... És ugyanaz. Életem utolsó pillanatáig. Ez a mottónk. És láttam egy dátumot is. Igen, az is van. 18. március 12. Nekem akkor ismerkedtünk meg. És akkor kaptam meg a Michelin csillagot.